A kurwa zjebasta meg! Üdvözlök mindenkit! Ahogy a címből láthatjátok, egy újabb Killing Floor 2-es videó, és én is itt vagyok. Hello, sziasztok! Hát igen, gondolom nem kell bemutatni a videót, 40 darab ládát fogunk kinyitni, és ehhez nincs más dolgunk, mint a karaktereinket lenullázni. Ezt mutattam karácsonykor, ugyanis ez úgy működik, hogy itt találtok egy bizonyos prestige gombot, azaz kinullázás, és akkor itt vannak a feltétek, hogy itt van a következő kitűző, milyen cuclit ad pluszba, és hogy mennyi dos jár érte, ez 4 ládának felel meg, szóval ezt mi most megerősítjük. Igen, lenullázom. És így néz ki az új kitűzőm, csak nullás szintű vagyok. És most bemegyünk a bankba, ahol beadjuk a dost, mert ebben a játékban a pénzt dosnak hívják. És ha minden igaz, most 4-et kell felmennie. Egyébként ott van jobb oldalt a karakterem. És ennyi dost gyűjtöttem már össze. Igen, az emojit is triggerelte. 2 láda ez eddig. 3 láda. És ha minden igaz, most lesz 80 millió a bankomba. Ja, vagyis nem, 79 millió 500 ezer, és akkor nekünk most be kell menni a boltba megnézni, hogy megkaptam-e. Úgy látom, egyet megkaptam, de bemegyünk a tárgyakba. Úgy látom, eddig csak 3-at kaptam meg, hát az a baj, hogy delay-esen adja ide a ládáimat, amit nem szabadna. De mindegy, ugyanezt a procedúrát megcsinálom a többi karakteremmel most. Újra itt vagyok, minden karakteremet kinulláztam, amint látjátok mindegyik nullos, úgyhogy itt kattintgathatok a semmibe, mint a hülye, de a lényeg, hogy megkaptam a 40 ládát, szóval gondolom nem kell szarakodni, nyissuk kifelé őket a picsába. Egyébként még annyit elmondanék, hogy bármit, amit kapok, azt itt én fogom kommentálni, hogy ez most jó cucc, szar cucc, tehát hogy mennyire jó a cucc. Egyébként itt a drop esély 75%, hogy csak ritkát dob, és 25%, hogy nagyon különlegeset dob, azaz aranyt, arany skint, bármit. Ja, én itt fogom kommentálni, az a lényeg. Na de nyissuk, na, nem szarakodunk. Oké, első a 40-ből, lássuk, mit kapunk. Hát ez sajnálatos módon megvan nekem, úgyhogy sok mindent nem tudok róla elmondani. Menjünk tovább. Na, lássuk, lássuk, ami jót, ami különlegeset már. Azt a betyár mindenségét, na ezt tudja, hogy fogom hordani. Ugyanilyen kalapom van nekem, csak hagyományos barnába, ugye, mint a cowboyoknak. Hát ezt nem szabad, ez a sheriff kalapját nem kraftoljuk be. Na, eddig egy rossz, egy jó, na lássuk. Vagyis a másik nem rossz. Ez sem rossz, és szerintem meg is tartom, nem tudom. Valami esőgé, hogy nekem ez megvan, de majd kiderül. De jó, az a lényeg. Csak az, annyi, hogy ezt az M79-et nem szoktam használni, ez robbantós fegyver egyébként. Hát, ez tudja, hogy bekraftolom, mert tőle nekem van jobb is. Ez egyébként berserker alapfegyver, nem tudok beszélni. Hát ezt bekraftolom, ettől van nekem jobb is, ez a támogatónak az alap shotgunja egyébként. Hát a cowboy kalapnak tényleg nagyon örülök, nagyon jól néz ki. Na, lássuk még valami jót. Hát ez egy ilyen cápa sapka és nagyon béna. Ezt is bekraftoljuk majd. Egyébként amit bekraftolunk, azokból további... mindjárt mondom, mert... ez mondjuk jól néz ki, szerintem megtartom, ugyanilyen van nekem zöldbe. Azt akartam mondani, hogy... Van a játékban egy ilyen aranyszínű por. Ugyanúgy néz ki, mint a láda, csak annyi különbség, hogy ez por, nem láda. És 2 porra lehet kinyitni ilyen szarságokat, mint amit most csinálok. Hát ezt a snipert nem használom, nagyon erős, de nem használom, szóval szerintem erről is becraftol. Meg ez nem is tetszik, ez a béna csillagos star skin, úgyhogy ja. Arcfestés, azok nem annyira feltűnők a játékba, úgyhogy ezt is becraftolom. Nem annyira jó dolog, inkább valami maszkot, azok sokkal feltűnőbbek a Killing Floorban. De miért? Erre emlékeztek karácsonykor, megkaptam nem egyszer ezt a pizsomát. Nagyon gagyi, nagyon utáljuk, és becraftolás lesz a vége. De legalább így gyűlik az aranyporom, amiből további nyitások lesznek. Kétszer egymás után. Ez mi a fasz? Na, valami hagyományosan normálisat adj, úgy, mint a cowboy kalap az előbb. Hát még egy nagy szar. Ez pedig a gyógyítónak, a doktornak az alappisztolya, gyógypuskája. Nekem erre van egy jobb skinem, úgyhogy ezt is bekraftolom. Hát lényegében legalább gyűlik a kraftanyag.
Ez is nagyon gagy, ez az ismerősömnek megvan, ő szereti. Elnézést a háttérzajokért. Ha van, nem tudom. És... na jó, ezek nagyon rossz droppok. Egyedül a cowboy kalap, ami valamit ér. Ami jó droppot már. Ez is nagyon gagy ettől. Ez pedig a pisztolyhősnek az alapfegyvere, a Gunslingernek. És ugyanarra Stuker van egy jobb skínem. Na ez viszont megtartom. Az arany biokóla. Hoppá. Arany jól néz ki ebbe a játék. Nem tudom miért, de jól néz ki. Ezt is megtartom. Bocsánat, csak rákoktam. Ez megvan nekem, ezt meg fogom craftolni. Ez jó amúgy, megvan, meg is tartottam, csak kétszer minek legyen meg. És megint. Én nem tudom, mik ezek a droppok, emberek nagyon szarok, nagyon... nagyon megfájdul az ember feje ezektől a béna droppoktól. Ez megvan nekem, ez pedig a tűzköpőnek az alapfegyvere. Itt van egyébként jobb oldalt, most hirtelen tűzköpővel vagyok, nem tudom miért. Silver kitűző van már rá, azaz a négyes. Ez is megvan nekem, ez is tetszik, de ugye kétszer minek ez? Valami normálisat adj, léci. Na, piszket az orrom, mi a fasz? Harcfestés megint, hát... nem olyan jók ezek a droppok. Ez Jägerhornra, ez egy karakternek a neve, egy ilyen cicás ruha. Nem is használom azt a karaktert, bekraftoljuk, nem kell ez nekünk. Ez már megvolt nekem, nem tudom hányszor, ezt a pisztolyt sem használom, plusz erre a pisztolyra van egy jobb skínem, úgyhogy megint nem. A fegyverek nem olyan jók, nem jönnek úgy át. És ugyanaz a biokólás sapka csak kékbe, hát tartsuk meg, ki tudja. Hát, ha még jó szolgálatot tesz, így, hogy minden színben megvan. És megint, nem hiszem el. Figyeljetek, mi baj, hogy még egy pizsomát kapok? Adj egy pizsomát, nagyon szeretjük. Adj egy pizsit! Ez megvolt nekem, ez ugyanúgy a tűzköpőnek az alappisztolya. A Kalkember, azaz tömít és éget. AK-12-re egy aranyszkin, de ezt a fegyvert nem használom, nagyon pontatlan. Úgyhogy ezt is be fogom craftolni. Inkább elkenem a sorsát, úgy a jó. Na gyerünk valami menőt. Persze, megint ezt a fostalicskát adod. Na gyerünk már. Úgy, köszönöm szépen. Egyébként remélem tetszik a videó. Nagyon remélem, aztán megírhatnátok, hogy milyen videók legyenek. Még egy arcfestés Anna Larivre. Ezt a karaktert használom, csak az arcfestés. Ahogyan mondtam, nem feltűnő ebben a játékban, úgyhogy craft lesz a vége. Persze, igen. Adj még kilencszer valami ugyanolyat. Nagyon szeretjük, amikor ugyanazt a dolgot adod be százszor. Még egy arcfest. Ez a Jägerhorn, ez a szakás, akiről beszéltem. Ez a szakálos, cowboy kalapos rocker. Őrá volt ez a kis cicás ruha, amit le fogunk craftolni. És az arcfestéseket is. Ez is egy ruha egyébként, elfelejtettem mondani, amit az ismerősöm kedvel. Én nem szeretem, ezt is le fogom craftolni. Reméljük, a sárkány bácsi elég részletes. Ez jó lenne, csak már megvan nekem, úgyhogy craft lesz a vége. A legtöbb cuccomnak sajnos craft lesz a vége. Továbbra is a hátizsákért elnézést. Ez is egy nagyon béna hátizsák. Ez az egyik bossnak, Hans Walternek a hátizsákja nagyon gagyi. Én ezt lecraftolom, mert nem tetszik. Van ettől jobb hátizsákom is. Ez viszont úgy, ahogy kicsit aránylag jól is néz ki, nem is néz ki, majd eldöntöm a sorsát szerintem. Na, gyerünk valami értelmeset. Még négy láda van. De ez persze nem jelenti, hogy vége lesz a videónak még. Ez az egyik dögnek, a játékban az egyik legyőzhető dögnek, nevezetesen a láncfűrészes Scrake-nek a maszkja. És te is hordhatod, de szerintem nagyon gagyi, úgyhogy ezt is be fogunk craftolni. Nekem jobb arc maszkjaim vannak, mint ez. Hoppá, egy Scar Vault. Na ez nagyon ritka fegyver, ugyanis ez a kommandósnak a fegyver, és én ezt használom előszeretettel, nagyon erős, hogy sebez, és lehet, hogy szerintem fel is fogjuk szerelni. Bizony. Na. Igaz, van rá egy jó skinem, de megnézzük ezzel is. Mármint a Scar-t. És még egy gagyi ruha, amit be fogok megint craftolni, Albert tiszteletesre adta a ruhát. Utolsó láda, imádkozzunk, hátra kapunk valami értelmes cuccot. És nem, továbbra is egy Hans backpacket kaptunk.
Jó, és amit látjátok, nincs több ládám. Nincs vége a videónak, mert amit mondtam nektek, bemegyünk most a díszítőimbe, a mintbe, letekerjük gyorsan, és ezt az aranyport, ugye mondtam, hogy kraftanyagaink lesznek, és minél több aranyport kraftolok, annál többször használhatom, és ugyanúgy, mint a láda nyitás, tehát ez így fog működni. Úgyhogy a szar cuccaimat most szépen bekraftolom. Újra itt vagyok. Na itt vannak a tárgykészítés anyagok, ezek a porok, amikről beszéltem, illetve a jegyek, amiből 5 kell, hogy beválthasd, illetve ezekből a porokból, kivéve az aranyt, mindegyikből 10 kell, hogy beválthasd, és nekünk van legendás porunk, amit használtunk, illetve sima különleges porunk, azaz kettes szintű por, tehát fehérből lesz ez, világos kékből lesz sötétkék, sötétkékből lila, és így tovább. Tehát van egy másodlagos különleges porunk, amit szintén tudunk használni. Na, mielőtt elkezdenénk nyitogatni az aranyporokat, mert 2 aranypor, 1 nyitás, először szeretném megmutatni, hogy működik az újrahasznosítás. Hagytam egy felesleges cuccot, mégpedig ezt újrahasznosít, megerősít, és egy ilyen gép megcsinálja ezt nekünk, ugye karácsonykor nem nagyon tudtam bemutatni a működését, de kaptunk még egy aranyport, és amint láthatjuk, tárgykészítés, és ez 21-szer használhatom, mert mindig 2 port vesz el egy nyitás. Tehát lényegében olyan, mintha ládáznánk, na de mindegy, kezdjünk el aranyporozni, na lássuk, hogy mit kapunk. Egy arany szemüveget, ezt lehet majd megnézem, úgyhogy meg is tartom. Eddig jó, szerintem. Na, folytassuk az aranyporozást. Utána pedig a fegyverporokat is felhasználjuk, mert hátra kapunk valami jót. Ez sajnálatos módon megvan nekem, úgyhogy ezt majd le kell kraftolnom. Szerintem most lekraftolom gyorsan. Tehát nem így terveztem egyébként, hanem azzal, hogy használjuk folyamatosan az aranyport, de mindegy. Ráfrissítünk egyszer. Hát nem, 39. Jó, mindegy, akkor nyissunk tovább. Nem így terveztem, hogy ebbe a vágásba akarok még újra kraftolni. Ó, yeah! Kurva élet! Anyuci! Muah, segíts meg, kérlek! Ezt a fegyvert keci gyakran használom. Ez gyógypuska, és az egyik legerősebb a felcserbe, a doktornak a egyik legkomolyabb fegyvere, nagyon imádom. Hát, azért ezt megérdemlem szerintem. Kurva jó! Már csak te hiányoztál. Mindegy, most nem kraftoljuk le a felesleget. Lekraftolom megint is, hogyha lesz elég nyersanyag, akkor még tovább folytatjuk a nyitogatásokat. Ezt majd eldöntöm a sorsát, de fehérben elég gagyin néz ki szerintem. Ja, szerintem inkább bekraftolom. Na, ezt viszont megtartom. Ugye mondtam, hogy az arany dolgok jól néznek. Ezt szerintem jól néz ki, megtartjuk. Marad. Hát igen, elég keményen fogy a por, de hát ez ilyen, ugye mondtam, hogy 2 por, 1 nyitás. Ah, te hiányoztál, Scrake Mask. Na mindegy, lesz legalább nyersanyagom. Most tényleg jókat nyitunk amúgy. Ah, te nagyon hiányoztál amúgy. Nagyon. Mindegy, nem vagyok ideges, az előző 2 nyitás kurva jó volt. Strasser, ezt a karaktert sem használom, egy ilyen második világháborús ruha rá. Szerintem craft lesz a vége, mert nem használom ezt a karaktert. Na, valami jót. Na. Classic Mastersonra egy... Egyébként ezt felpróbáltam rá, és nagyon gagyin néz ki, úgyhogy hiába ad be ilyen zenét. Adjuk is. Oh, imádlak. Ettől van egy jobb, szóval... Be lesz az is kraftolva szerintem, de nem kell. Rére, ez egy lány karakter, és rá egy ilyen lilás ruha. Már megvolt nekem számtalanszor, és számtalanszor kraftoltam be. Nem tudom, azt a lányt sem szoktam használni. Hát ez gyerekek! Ez nagyon sok kraftanyagot fog kinyomni, mert amit látjátok, egy aranykeret veszi körbe. És én mondtam, hogy aranykeretest vagy kékkeretest adhat a por és a láda, amit láttatok. Hát igen, ez megvan nekem sajnálatos módon, úgyhogy craft lesz a vége. Na, valami normálisat. Hát az előbb. Oh, menjünk tovább szerintem. Nem kommentáljuk az eseményeket. Viszket a szemem. Kurva jó. Már 3-szor van meg. 3-szor is fogom lekraftolni szerintem.
Na ki a király? Ki a király? Kérdeztem valamit, ki a király? Válaszoljatok. Mi van? Nem válaszoltok? Jó, oké. Akkor válaszolok magamnak. Én vagyok a király. Ja, aranykorona. Minden van, minden van! Ez egy gagyi, de túl boldog vagyok, hogy idegeskedjek egy ilyen arcfestésen, hogy ezt adja be. És sárkány ezennel kinyitotta az aranykoronát. Jabba csak kommentált, elfelejtettem. Ez nagyon menő cucc, megvan nekem, és ezért fogom bekraftolni. Kétszer minek legyen meg. Megkaptam végre az aranykoronát. Ez is megvan nekem, ez egy jó fegyver, nagyon sokat használom kommandósként, de megvan nekem rá ez a skin, szóval megy a levesbe. Jaj, ne. Hoppá, hello, azt még nem sütjük el. Bocsánat, félre kattintottam. Na, valamit. Valami jót, gyerünk. Lehet, hogy fagyni fog, mert ő úgy véli, hogy nincsen porom. Ja, fagyott egyet. Igen, egy porom van, az pedig nem elég. Na, kezdjük a másodlagos porral. Nézzük meg a világos kék, hogy hát valami jót kapunk. Nem áll. Ah, volt egy kis lag, na mindegy. Ezt az íjat kaptam, ugyanez megvan nekem, ez az íj van rá egy arany skinem, úgyhogy lehet, hogy craft lesz a vége. Na, de mindegy, most a legnehezebben kigyűjthető port, most fel fogjuk használni, lássuk. Valami olyan fegyver rajd, légy szíves, amit használok is. És kapok egy RPG-t, amit nem is használok. De legalább lila, úgyhogy nagyon sok port fog adni. Na, igen. Szóval most azt fogom csinálni, hogy visszamegyek kraftolni, és akkor nem sokára itt vagyok. Ezzel lekraftoltam a felesleget. Amint látjátok, 18 porunk maradt, az 9 nyitásra elég, mert ugye mindig mínusz 2 egy nyitás. Na de mindegy, nézzük is. És én továbbra is kommentálom az eseményeket, hogy akkor ez most milyen nyitás is lesz. Hát igen, nagyon hiányozta. Folytassuk. Jó, láttam, egy port vettel. Na mindegy, nem is érdekel. Ez kurva jó, csak megvan nekem, szóval craft lesz a vége. Igen, két port van, de csak lehet, hogy delay-esen, nem tudom, mindegy. Hugom amúgy nem bír magával háttérbe, szóval, hogyha esetleg hallanátok, de nem tudom. Azt tudom, hogy a mikrofonnak jó a zajszűrője. Hát ez a rozsdás vault. Vagy mi, rozsdás MP5 kell a bánatnak, van rá egy jobb skin, nem? Használom a fegyver, csak van rá egy jobb skin, nem? Imádlak, szeretlek, ölellek, csókollak. Jó van. Hát úgy látom, már nem nagyon akarja adni. Amit meg tudok érteni, mert nagyon jó nyitásaink voltak. Hát mondom, nem nagyon akarja adni, úgy látom, még két nyitásra van. Kapacitás. Hát ez is egy gagyi erő, ez a mediknek az alapfegyvere, erre van jobb skínem. A doktornak. Ez viszont nem is néz ki rosszul. Ez a centerfire a pisztolyhősre és a mesterlövészre, ez jól néz ki. Szerintem fel is szerelem, azt megnézzük. És igen, elfogyott a aranyporom, úgyhogy van még craft anyagom, szóval megint mindjárt visszajövök. Uccsó 10 por, izzadok mint egy lau, és ez 5 nyitás lesz, szóval ja. Hej. Ez is már megvolt nekem egy csomószor. Szerintem ezt bekraftolom, mert nagyon gagyi. Nagyon kis Rocky Rambo. Ez a papír zacska, és megint az a retkes pizsoma. Na, ezzel jól jártunk, ez az alapfegyvere a... A támogatónak. Úgyhogy fel is szereljük, mert az aranycuc, ahogy azt mondtam, mindig jól néz ki ebben a játékban. Ez az, ami a legtöbb játékról nem mondható el. És egy Classic Masterson gagyi ruhát kaptunk megint. Na. Nem nagyon akar itt a király dolgokat adni. Na hát remélem, hogy tetszett ez a videó egyébként. Ha igen, akkor like, comment, feliratkozás.
Tudom, hogy inaktív voltam, meg így látom a csatorna is így, hogy mondjam, elinaktívosodott az én hibámból, persze, ez vele jár, tisztában vagyok vele, de aki mégis még itt van és lélegzik, meg minden, meg nézi a videókat, az nyugodtan megírhatja, hogy milyen videókat csináljak a jövőben, mert továbbra is vannak ötleteim, elég elvetem őtek, és hát mit mondjak még? Igazából sokszor a munkám nem engedi meg, hogy videót tegyek fel, mert olyannyira fáradt vagyok, hogy az valami hihetetlen. Azon nem akarok, sokat dolgozom, de hát dolgozni is kell, mert ami van ugye a világban, háború, aztán erre a csöves háborúra csak elmegy az adom, meg minden. Na, nem ezt akartam, hanem szétnézni még. Úgyhogy igazából ennyi. Hát mit mondjak, még jó cuccokat kaptunk, jó nyitások voltak igazából. Ez az, ami a tavaly meg a tavaly előttiről nem is mondható el. Leginkább azért, mert fel se vettem ugye a tavaly előttit, de nem maradtatok le sok mindenről, mert nagyon szar nyitás volt az egész, szóval arra volt jó, hogy így kraftolgassak, stb. Egyébként itt nagyjából mutatom a cuccaimat, hogy mik vannak, miket használok. Én pedig per pillanat azt nézem, hogy mi az, amit még le akarok kraftolni, de szerintem semmit. Nyissuk ki még azt a két darab nyitásra való port, mert már csak öt van nálam, az két nyitást jelent, na lássuk. Hát igen, déjà vu, nyissunk még egyszer. Hát, ha most valamit. Hát ez egy ilyen porcelán maszkszerűség, ezek nagyon gagyik. Szerintem craft lesz a vége és az utolsó nyitás, mert három a magyar igazság, ugye? Szerintem ez bug lesz. És igen, a játék kőkeményen, úgymond idézőjelesen kifagyott, vagy én nem is tudom, mi a hányás volt ez. Hát igen, jó. Szerintem én ezzel hagyom abba, mert a játék is megfagyott. Ha tetszett a videó, akkor like, komment, feliratkozás. És igen, próbálok aktívabb lenni, csak adjatok valami inspirációt, vagy nem tudom. Tehát nem attól fogok gyakrabban videózni, félre ne értsetek, nem attól fogok gyakrabban videózni, hogyha írjátok, hogy mit csináljak, hanem jó lenne, hogyha visszatérne megint az a régi rutin, hogy többen vagyunk, stb. Várjátok a videókat, ilyesmi, aztán igen, tisztában vagyok vele, hogy ezt én basztam el, hogy nem töltöttem fel semmit, egyértelmű, ezt aláírom, ez az én hibám. És a torkom se valami jó egyébként. Szóval ja, tényleg, hogyha tetszik a csatorna, meg úgy érzed, hogy van értelme itt lenni, van content, akkor ja, meg lehet írni, hogy milyen videót csináljak. Na, még egy utolsó nyitást. Ez már az utolsó amúgy egyébként. Mit több craft anyagom. És a végére még kaptam megint egy jó cuccot, mert ezt is szívesen elhasználgatom. Ez egy gyógyító, tehát ez megint a mediknek a sörétes puskáját, hogy fel is szereljük szerintem. És ennyi. Nincsen több craft anyagom. Rá is frissítek. De egy még van. Na, ezt még gyorsan. Nem, ez nem. Akkor, ja. Az már nem az volt. Igen, egy porom maradt, nincs több craft anyagom. Szóval, igen, ennyi lett volna. Remélem tetszett ez a videó. Aztán nyújtózunk is, meg találkozunk legközelebb. Sziasztok!